nem is tudtam, tegnap a kollégáim, és ők köszöntöttek fel. Én nem is gondoltam rá. Másnap aztán már a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke is elismerte dr. Kovács Ildikó munkáját, aki fél évszázada 1970. október 1-től házi orvosa Nyírvasvárinak. Sesták Oszkár köszöntőjében kiemelte, a járványhelyzet valamennyi településen nagy terhet jelent az egészségügyi alapellátásnak, így a szakmai tudás mellett az élettapasztalatnak is nagy jelentősége van. Az pedig, hogy 50 éve egy szolgálati helyen doktornő teljesíti hivatását, ez egy olyan alkalom, amire köszönöm szépen, hogy felhívta polgármester úr, képviselő úr a figyelmünket, figyelmemet, és ilyen módon a megyei közgyűlés bronz emlékplakettjével tudtuk megköszönni doktornőnek azt a törődést, odafigyelést, amit a közösségért végzett. Több generáció is felnőtt az ő gondoskodó kezei alatt, és hát a munkatársairól sem feledkezhetünk meg, hiszen ők is több évszázada teljesítik hivatásukat. Ez mindenféleképpen olyan alkalom, ami elismerésre érdemes. A doktornő és asszisztensei a jövőben ráadásul új műszereket is használhatnak, miután a Magyar Falu program keretében több mint 2 millió forint értékben kaptak eszközöket. A különböző Európai Uniós és hazai forrásoknak köszönhetően folyamatosak a fejlesztések a térség egészségügyi ellátóhelyein. 15-20 orvosi rendelőt sikerült 2010 óta a választókerületben felújítani, és a Magyar Falu programnak köszönhetően 21 néhány orvosi rendelőbe új eszközöket sikerült beszerezni, 2-3 millió forint értékben. Tehát ez azt jelenti, hogy hőmérőket, vérnyomásmérőket, számítástechnikai felszerelést és a védőnőknek különböző súlymérő eszközöket, magasságmérőket, mérlegeket sikerült beszerezni. Nyírvasváriban egyébként a doktornő és segítői évtizedek óta dolgoznak együtt. A település polgármestere elmondta, számukra a 2014-ben felújított orvosi rendelő is nagy segítség volt, az új műszerek által pedig még hatékonyabb lehet az ellátás. 2,2 millió forint értékben sikerült eszközöket beszerezni. Ezek a napi rutinhoz nyújtanak segítséget, különböző gyerek és felnőtt lélegeztető ballonokat sikerült beszerezni, korszerű vérnyomásmérőket, hőmérőket és minden olyan eszközt, ami a napi betegellátásnak a nélkülözhetetlen része. Szintén a Magyar Falu programnak köszönhetően hamarosan útfelújítások kezdődnek meg a községben, topos forrásból pedig egy vállalkozások telephelyéül szolgáló komplexum megépítését készíti elő az önkormányzat.